Disznóperzselés és bontás odakint. Helyi termékek és fellépők odaben. A vásárral azoknak a délzalai termelőknek teremtenek piacot, akik egészséges élelmiszereket kínálnak. Ezzel támogatjuk azt az őstermelőt, azt a kistermelőt, aki tulajdonképpen ebből él, vagy ha nem ebből él, de egy kiegészítő forrást jelent számára, munkát jelent, és műveli a földet, mert hogy azt tudnunk kell, hogy minden a földből van, minden az anyaföld ad nekünk, és ezt a lehetőséget ki kell használnunk. A helyi termék egészséges, finom, és kisebb az úgynevezett ökológiai lábnyoma, vagyis például keveset utazik a termelő és a felhasználó között. Ráadásul az őstermelőknek és a kistermelőknek munkát és megélhetést jelent. Mindenki emlékszik rá, hogy milyen óriási különbség van egy magyar nap által érlelt paradicsom, vagy paprika, vagy barack, és mondjuk a hűtőházban megérett paradicsom íze között. De hát nagyon fontos termékek ezek, és a termelővásár is ezt szolgálja. És csak akkor fognak ezek a kistermelők visszatérve az önfoglalkoztató kistermelők termelni és árusítani, ha lesz vevő. A kanizsai piac a vidék egyik legjobb piaca. A termelői vásár azt a célt is szolgálja, hogy ennek és a zalai ízeknek a híre azokhoz is eljusson, akik majd a Mura program turisztikai attrakcióira érkeznek a környékre. A végére pedig egy érdekesség. A disznótor mára olyannyira ritka lett, hogy a böllér bemutatók nem csak a városi, hanem akár a falusi embereknek is szólhatnak. Ezt bizonyítja a Kanizsa TV munkatársai közötti beszélgetés. A felbontott disznó mellett a szerkesztő megkérdezte a Sormási kollégáját. Ti vágtok? Erre a válasz. Csak én. Én egyedül vágok. Én vágok ma híradót.